legalább 15 ezer fogyatékos ember él ma Magyarországon tömegintézményekben, nagyon sokszor embertelen körülmények között. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a 2011. március 21-én terjesztette elő a stratégiáját, ami a tömegintézmények megszüntetéséről szól. Való igaz, hogy a Magyarországon működő 150 főnél nagyobb létszámú intézetekben nagyon sok helyen általánosságban olyan állapotok vannak, elsősorban működési és környezeti feltételi állapotok vannak, amelyek alapvetően indokolják azt, hogy ez a kormány határozat, illetve ez a kitagolási program létrejöjjön. Örülünk, hogy megszületett, hogy van pozitív az, hogy gyakorlatilag megjelent a támogatást, lakhatásnak a koncepciója, ami egy óriási lehetőség. Az önmagában örvendetes, hogy annyi hosszú-hosszú év után végre elindult talán a kitagolás. A TASZ üdvözölte azt, hogy végre elkészült egy ilyen stratégia, amely Magyarországon először tartalmazza a támogatott lakhatás, a közösségi lakhatásnak a fogalmát. Azonban aggályosnak tartjuk azt, hogy a stratégia 30 évre tervez, és nem határoz meg pontos határidőket, számon kérhető kritériumokat. A polgári törvénykönyv abba az irányba fog eldőlni, hogy a cselekvőképességet kizáró gondnokságot megszüntetik, akkor ebből nagyon jó dolog lehet. Ha nem ebbe az irányba fog eldőlni, tehát fönntartják, és a gondnokság intézményét nem reformálják meg alapvetően gyökereiben és totálisan, figyelembe véve például az ENSZ deklarációkat, akkor ez a kormányprogram is el fog bukni. A koncepció, ami végül elfogadásra került, két alapvető hibát is tartalmaz, ami egyébként nagyon sok pénzbe fog egyszer kerülni nekünk a közeljövőben. Az egyik hiba az, hogy a koncepció abból indul ki, hogy 50 fős új intézményeket lehet építeni, márpedig az Európai Uniós szóhasználatban, meg fogalmi keretek között 30 fő fölött még mindig intézményekről beszélünk, és akárhogy színezzük ezeket, akárhogy forgatjuk ezeket, 50 fős intézmények esetében még mindig azokat az intézményi viszonyokat fogjuk létrehozni, bármilyen szépen néznek ezek majd ki, amelyeket leváltani szeretnénk valójában. 100 fős körüli intézmény még gazdaságosan működtethető és emberi családi körülményeket lehet benne teremteni. Ezt mondom, hogy lehet, ezért tenném a hangsúlyt. A jelenlegi álláspont szerint például a TASZ álláspontja és a főiskola, vagy az EFOISZ, vagy a kézenfogva alapítvány álláspontja szerint 40-50-nél főlebb nem szabad menni. Ebben nem értünk egyet. A konkrét probléma az, hogy minél több ember él egy intézményben, annál nagyobb a veszély annak, hogy kialakul egy úgynevezett intézményi kultúra, ami jelenti az elembertelenedett bánásmódot, az individuum visszaszorulását és a közösségi érdekeknek a túlsúlyát a mindennapi életszervezésben is. Az 50 fős létszámhatár lehetővé tétele, az nagy eséllyel hiteltelenítik ezt a stratégiát. Megengedi a koncepció, hogy 50 fős intézményenek jöjjenek létre, amelyek valójában nem az érintettek igényeit szolgálják ki, hanem annak a személyzetnek az igényeit, akik évtizedek óta működtetik ezeket a szolgáltatásokat, és így még mindig lehet azt mondani, hogy a fogyatékos szféra a továbbra is középosztályos, alsó középosztályos munkahelyek tömegeinek a létrehozásáról szól, aminek az ára az, hogy ettől emberek tömegei laknak olyan intézményekben, amik valójában nem őket szolgálják, hanem az őket kiszolgálókat szolgálják. Legyen végre kitagolt, jól működő bentlakásos ellátóhálózat, és szűnjenek meg a nagy létszámú, és ebben az 50 főt is beleértjük, intézmények. Vannak, és én is ezt közé tartozom személyesen, aki belelátja ennek azokat a lehetőséget, amik pozitívak, amik nem garantálnak azt, hogy egy intézeti kultúra alakuljon ki. De értem azokat is, akik pedig aggódnak, hogy gyakorlatilag mini intézetek
mini zárt működő intézmények jöjjenek létre. Ez kár, hogy nem lett markánsabban kidolgozott. A dokumentum egy korábbi változatát az Európai Bizottság felkérésére egy szakértői csoport véleményezte, amely a legfőbb brüsszeli fogyatékosságügyi szervezetek képviselőiből áll. Ez a csoport számos aggályt fogalmazott meg a stratégiával kapcsolatban. Többek között sajnálatosnak nevezték azt, hogy nem született arról döntés, hogy miként kell a ma nagy létszámú intézményekben élők számát fokozatosan csökkenteni, majd hogyan kell ezeket bezárni. Aggályosnak nevezték azt, hogy a stratégia lehetőséget biztosít 50 fős intézményeknek akár létrehozására, akár fenntartására, hiszen ez teljességgel ellentmond a kitagolásról, az intézménytelenítésről vallott tudományosan megalapozott nézeteknek. Valamint megfogalmazták azt, hogy a magyar kormány valószínűleg nem értette meg a közösségi szolgáltatások, a közösségi lakhatás miben létét, hiszen olyan elavult szolgáltatások fenntartására biztosít lehetőséget a stratégia, amelyek nem működhetnek együtt az intézménytelenítéssel. A másik alapvető hiba pedig az, hogy valami oknál fogva a pszichoszociális fogyatékossággal élő emberek közkeletűbb szóhasználban a pszichiátriai betegek intézményei kimaradnak ebből a 30 éves folyamatból, ami kétségbejtő számomra. Ugyanazok a problémák jellemzik ezt a területet is, ami ugyanúgy az önálló életvitel lehetőségének a megteremtése lenne az igazán fontos, és egy 30 évről szóló kitagolási stratégiában, hogyha az van leírva, hogy ebbe a stratégiában nem tartoznak bele a pszichiátriai betegek, azzal azt üzenjük, hogy 30 évig ezzel nem kívánunk foglalkozni. Ez szerintem alapvető hiba, és számomra érthetetlen, hogy mitől maradnak ki. A pszichiátriai intézményekkel kapcsolatban nem csak most, és nem csak ennek kapcsán kifogásoltuk, általában a fogyatékossággal élők, kell foglalkozó közpolitikát vagy szakpolitikát, hiszen a FOT sem említi. Nincs összhang, teljes összhang az ENSZ konvenció és a stratégia között azzal, hogy a pszichiátriai betegek nem alanyai az intézmény kiváltási programnak. Az autizmussal élő felnőttek egy része ezekben az otthonokban él, vagyis ebből a szempontból is nekünk nagyon fontos, hogy a kört kitágítsák a pszichiátriai intézményekre is.